A Boldog Házasság nyomában címmel indított előadás sorozatot az X-Faktor harmadik szériájának győztese Olá Gergő és felesége Niki, melynek első állomása otthonuk Salgótarján volt. A 15 éve boldog házasságban élő pár a József Attila Művelődési Központban mesélt az érdeklődőknek kapcsolatukról, családjukról, nem rejtve véka alá azokat a nehézségeket sem, amin ők maguk is keresztül mentek. Minket ez ugye nagyon foglalkoztat a házasság téma, és engem is nagyon foglalkoztat. Nagyon sokat tanulunk róla, nagyon sokat olvasunk róla, és a tapasztalatban is ugye ezt megéljük, és nagyon sok mindenen mentünk át 17 évünk alatt 5 gyerekkel, és sokáig rágódtam ezen, hogy igen, bennem volt. Ötlete volt. Igen, bennem volt az, hogy valahogy kellene segíteni, akin csak tudunk, motiválni őket, hogy az, hogy nehézség van, vagy szürkeség van, vagy harcok vannak, valahogy el kéne érni az embereket, és elmondani nekik, hogy ez nem a végét jelenti. Mert meg lehet harcolni, és ki lehet tartani, lehet küzdeni, és lehet győzni. És kedves, nagyon jó kedves barátunkat, példaképünket megkérdeztem, hogy mit gondol erről, hogy tartanék. Nagyon nehezen indultam neki, ha mondom, most bennem is az a gondolat volt, hogy most én beszéljek a házasságról, 17 éve vagyunk együtt, lehet, hogy azt mondják, hogy mit beszél nekem ez a gyerek itt a házasságról. Aztán megkérdeztem Kornélt, Illés Kornélt, és nagyon támogatta egyből. És nekem ez volt a löket, és az indító dolog, löket, hogy akkor belevágunk ebbe, ő is mondta. És akkor mondtam Nikinek is, hogy mit szólna ehhez. És te is nagyon örültél neki igazából. Igen, igen, és most ez a mai eset, ez most visszaigazolás arra, hogy jó döntés volt, mert nagyon sok pár jött ide hozzánk, és elmondták, hogy erre nagyon nagy szükségük volt, és hogy ez az őszintesség, ez mennyire megérintette őket, hogy mertünk bátran beszélni, nyíltan, mert ezekről a dolgokról nem mindenki beszél. Igen, és igazából konkrétan nem beszélnek erről. Nem mernek beszélni. Nem beszélnek. Tehát a házasság igazából egy tabu téma lett. Mindenki azt mutatja, hogy minden jó, happy, minden jó, itt nyaralunk, ott nyaralunk, most ide vagyunk, ott van, most ezt szereztük meg, jött a gyerek, izé. Közben meg a háttérben egyébként romokban hevernek házasságok. És mi vállaljuk azt, elmondjuk a történetünkkel, hogy igen, volt, hogy nekünk is romokban volt a házasságunk, és össze is borulhatott volna az egész, és vége is lehetett volna nagyon sok, és tényleg nagyon kemény, amiről mesélünk szerintem. És nagyon sokakat lesújtott, és azt mondták, igen, hogy ilyen őszinteséggel még nem találkoztak, de azt gondoljuk, hogy pont ez az őszinteség tudja megragadni az embereket, a házastársakat, és motiválni arra, hogy basszus, ha ők ezeken keresztül mennek, akkor mi is keresztül tudunk menni azon, hogy hát nem csak az hol van az oknim párja, meg ilyen, hanem az ők házasságok is ilyen volt. Tudnak azonosulni vele, igen. Mert voltak ám itt idősebb házaspárok is, akik már 40 éve házasok, és ők is eljöttek, igen, és ők is érezték azt, hogy igen, mi is így. Jó visszacsatolás például azoknak, akik régebb óta együtt vannak, hogy például jó csinálják. Igen. Nekünk is például nagyon sokszor jó látni azt embereken, vagy családokon, hogy ők is elhibázták azt, amit mi. Ó, de az nem csak én hibáztam, vagy nem csak én voltam ilyen. Vagy az, hogy ők is átmentek azon, amin mi. Tehát ezeknek az embereknek is jó visszacsatás. Nagyon hálások vagyunk érte, mert szerintem a vártnál jobban sikerült ez az első. Úgyhogy örülünk neki nagyon. A mintegy két órás este, melyet Gergő zenékkel is színesített, őszinte kitárulkozás volt a pár részéről, ennyire megnyílni pedig nem volt egyszerű feladat számukra sem. Mert szerintem egy kicsit nehezebb volt, én azért olyan dolgokról is beszéltem, amikről még soha sehol senkinek, de ahogy elkezdtem, ott igazából így ment simán szerintem, és én úgy éreztem, hogy könnyedén ment. Nagyon, egyébként nagyon izgultunk, tehát tényleg ez egy kitárulkozás. Tehát szó szerint elmeséltük a házasságunknak olyan részeit, amiről csak mi tudtunk eddig. És ezért szeretnénk, hogy minél többen eljöjjenek, és személyesen érezzék is meg ennek a mélységét. Személyesen másabb, mint hogyha például egy videót kirakunk erről. Úgyhogy mi ezt egy missziónak fogjuk fel, és nagyon bízunk benne, hogy sok-sok házasságnak fogunk erőt adni, vagy hitet adni. Vagy új motiválni. Életet lehelünk a házasságból. Akár, nem akartam ilyen nagyot mondani, de igen, úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rád, szerelmem, hogy ilyen ügyes voltam. Az est lezárásaként a pár szó szerint megtáncoltatta a közönséget, és hogy miért csempészték bele ezt az elemet a programba? Hát a tánc és a zene az ugye az életünknek a része,
mindkettőnk életének a része, és táncozott minket össze, és ezért volt egy olyan bátor gondolatom, hogy mi lenne, hogyha a táncot a végén ajándékként adnánk nekik, mert tudom azt, én nekem mindig nagyon jól esik, amikor táncolok. Neked is jól esik? De így fel is lazította őket, igen. Szerintem nevettek, mosolyogtak. Igen, szerintem a házaspároknak ez egy ilyen nagyon-nagyon jó dolog, amikor tudnak táncolni. Az azt mutatja, hogy mindkét fél szabad, és egymással ott vannak, és táncolnak. Mi tényleg bármikor bárhol táncolunk, és akartuk ezt a szabadságot egy kicsit adni nekik, és szemléltetni, hogy bátran legyenek szabadok. Nem az a lényeg, hogy tud-e vagy nem tud, de aki nem tud, esetleg azoknak mutattunk tánclépést, egy nagyon egyszerű, és annyira jó élmény volt, azt gondolta, hogy nem fog mindenki felállni, de mindenki felállt, és mindenki táncolt, úgyhogy nekünk is nagy meglepetés volt, hogy jól sült el. A bensőséges előadással hamarosan az ország más városaiban is találkozhatnak az érdeklődők, hiszen a Salgótarjáni csak az első állomása volt a sorozatnak. A tervek szerint októberben és novemberben több más településre is ellátogatnak majd.